Csapatunk a Bicskeél Torna Klub az utóbbi három évben 6-szor játszott már az FC Nagykanizsa ellen. Az egymás elleni mérleg nem valami jó számunkra, hiszen eddig egyszer sikerült nyernünk éppen a legutóbbi évadban, a 21-22-esben, mégpedig Nagykanizsán 2021. november 21-én 1-0 arányban Soron Tibi 45. percben lőtt góljával. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Az NB3 nyugati csoport 15. fordulójában lejátszott FC Nagykanizsa Bicskei TC bajnoki labdarúgó mérkőzés összefoglalójával jelentkezem. Szokásomnak megfelelően minden fontosabbnak vélt eseményt szeretnék bemutatni mindazoknak, akik érdeklődést tanúsítanak csapatunk játéka mérkőzése iránt. A mérlegre visszatérve és pontosítva, ez a 7. egymás elleni összecsapás. 7 meccs után egy győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség, 4-12-es a gólkülönbségünk, 5 szerzett pontunk van. A Kanizsának a hazai mérlege rettenetesen jó, hiszen az első fordulóban még ugyan az ETE 2 csapatától kikaptak hazai pályán 3-2-re, de utána viszont minden meccsen pontszerzők voltak. Csorna ellen 5-1-es győzelem, Puskás ellen 2-2-es döntetlen, utána jönnek Zsinórba győzelmek, Zsámbék 2-1-re, Taskánd ellen 4-1-re, Gyirmót FC 2 ellen 4-2 és Bicske ellen 1-0-ra arányban győztek, nekünk pedig az idegenbeli szereplésünk elég gyengécske, hiszen Eto ellen 0-2, Mol ellen 2-0-es győzelem, Tatabány ellen 2-2-es döntetlen, és utána jöttek a vereségek: Kaposvár 0-3, Budaörs 1-2, 3. kerület 0-2, Nagykanizsa 0-1. Hát ez bizony 7 meccs, 1 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség, 5-12-es a gólkülönbségünk. Házi góllal üstán a két csapatnál Lőrinc Bence 8 góllal vezet a hazaiaknál, Preszkán Tibor másik 5 góllal, Bicskeiknél Soron Tibi 8 gólos, Kovács Péter pedig 4 gólos. Jelenleg e mérkőzés előtt Bicske 10. helyen áll 20 ponttal, 14 mérkőzés, 5 győzelem, 5 döntetlen, 4 vereség, 21-20-as a gólkülönbségünk, 20 szerzett pontunk van. A hazai pedig a 4. helyen állnak, 29 szerzett ponttal, mindössze 4 ponttal vannak lemaradva az első helyen álló Tatabányai csapattól. Mérlegük 9 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség e mérkőzés előtt. Na de nézzük gyorsan a két csapat összeállítását. Jobbról a Nagykanizsa, tiszta Fehérben a Bicskeik szerepelnek. A vendégegyüttes összetétele: Illés Bence kapuban, további játékosok: Lakatos Gergő, Gasztner Roland, Marsa Levente, Soron Tibor, Kovács Péter, Savanya Ferenc, Lencsés Bálint, Vékony Viktor, Bori Gábor, csapatkapitányunk, Bozsuk Imre. Cserepadon foglalt helyet Szűcs Lajos, Varga László, Németh János, Denzinger Norbert, Szokolai Bence, Kovács Ádám, Kincses Márk, Pekoszki Bisu, Molnár Attila és Lapos Máté. Vezetőedző Csordát Csaba, asszisztens edző Király Dávid, Vince Máté masszőr, Sőök Barnabás rehabedző és József Miklós kapusedző. A mérkőzés Kovács Tamás vezette, segítői Gyűrűsi Péter és Farkas Gergő Zoltán, játékvezető ellenőr Varga András. No kérem, gyorsan még az összetétele kezdő 11. Hajagos Tamás, Kovalovszki Máté, csapatkapitány Szilágyi Adrián, Pleszkán Tibor, Krec Bálint, Szabó Patrik, Lőrinc Bence, Szanyi Krisztián, Varga Dominik, Kondor Kristóf és Kószás Krisztián. És hamarosan fogom mondani a cserepadon helyett foglaló személyek névsorát is, de nézzük a mérkőzés lényeges eseményét, hiszen mindkét részről megvolt a fogadkozás, a csatakiáltás. A hazaiak kezdték a játékot, és itt megjegyzem, hogy vágás nélkül adom közre, ami történik, hiszen az első percek, első másodpercek eseményei nagyon fontosak. Labdát szereztünk, kikerül a labda. Jobbra Savanya teszi mag elé, rosszul fedezi, hazajátékos csak nem a félpályáról hazadja a kapusának, Hajagos Tamásnak, aki hosszan előre vágja, még oldal vonal előtt megmentik a hazaiak, egy jó keresztfordítás, Szilágyi megtolja labdát Szabó Patrik Zsolt részére, ő elmegy, beadt középre, ott egy nagy védés Illés részéről, kipattanó, illetve felpattanó labdát pedig Kondor Kristóf befejeli az első percben, pontosabban a 44. másodpercben megvan a hazaiak vezető találata. No kérem, hát ez nagyon rossz kezdés számunkra, nagy reményekkel jöttünk ide, pedig íme még egyszer egy jó keresztlabda, Szilágyi megtolja egy picit a labdát Szabó Patrik Zsolt része, aki jobb oldalon Encsés mellett elfut, 16-oson belőle ér a Lakatos, hogy bead Preszkán, bedobja magát, de nem ér bele, Bozsokira a kapu felé tartó labdát, Illés Bencéről a magasba pattan, amelyet Kondor Kristóf három lépésre a kapuba bólintott, és ezzel megvan a hazaiak vezető gólja. Kondornak egyébként ez már nem az első győztes találata, hiszen idegben Kaposváron 1-0-ra nyertek a 86. percben, lőtt egy gólt,
és itt Bicskének egyet, ez is a győztes tárgyat jelentette. Rugott még egy gót a ZTFC ellen, a 92. percben akkor 2-2-re, de rá egy persze kaptak egy gót, és akkor kaptak ki 3-2-re első az egy meccsükön. Még szerzett egy gót a Csorna ellen, negyedik fordulóban, amikor nyertek 5-1-re, a 9. percben ez volt a másik gól. A csapatnak is 2-0-ra vezettek. Na de nézzük a legfontosabb eseményeket, mert bizony azért csapatunk mindent megtett, mindent elkövetett annak érdekében, hogy egyenlíteni tudjon, itt egy eladott labda újból, és ezúttal Kondor Kristóf az első gól szerzője emeli át a hosszúra, és van is érkező! 12. percben Szilágyi ívelt el a labdát, és Lőrinc kapásból 3 méterről az oldal hálóba bombázott. Hát bizony ez is egy nagy lehetőség volt itt a 12. percben, ami fontosabb eseménye közé tartozott, hiszen Szilágyi jól ívelt át a hosszúra, de kicsit Lőrinc lemaradt, és így már csak az oldalhálót tudta eltalálni. Szerencsékre ezúttal mi támadunk, jobb oldalon, jól tartjuk a labdát, jól adogatunk. Marsa Levente passzolja ki a labdát, Savanyat teszi be, és egy kicsit mély, nem jutott el soron Tibihez a labda, pedig nagyon-nagyon készült rá Tibi, hogy bepörgeti, megelőzve a kapust, de sajnos mély volt ez a beadás Savanya részéről. Bori Gábor íveli be jobbról a labdát, jön is a labda, hoppá, ott egy fejelés, de végül is kivágták a védők, és fel tudtak szabadítani, illetve építkeztek ebből a felszabadító rugásból. Oh, itt a kontra, hát 4-2 ellen, és hújjaj, ezt nagyon elpepecselték a hazaiak, de végül is Lencsés Bálint volt az, aki kivágta a labdát oldalvonalon túlra. Itt még 4-2-ben a hazai csapat. Hát ez nagy lehetőség volt, 4-en vitték rá 2 védőnkre, és bizony eladták, hát hogy most kihibázott Szilágyi vagy a többiek. A lényeg az, hogy az induló csatár mögé ment a labda. Itt Savanya indult egy hosszú indításra, és kiharcolt egy szöglet rugást, amely természetesen 21-esen játszó Bori Gábor végezel újból, jó száll be a labda. Na kérem, hát ezt érdemes megismételni ezt a jelenetet, hogy hozzá érte valamely játékosunk a kapushoz. Nézzük lassítva. Ugrik a kapus, hátradől, nem éri el, elvetődik, és ezért szabad rugást ütél a mérkőzés játék vezetője Kovács Tamás. Na kérem, ezért jó a videó, hogy vissza tudjuk nézni az eseményeket. Igaz, nem abban a pillanatban, egy kicsit később. Itt egy bomba Bori Gábor részéről, csak centikkel hagyta el a hazai kapuját. Íme, igaz, a hazai kapuvédője Hajagos Tamás úszik a levegőbe, de nem kellett neki beavatkoznia, mert Bori Gábor lövésen, jó 30-ról tűzte meg, lövésen mellé szállt, és újból jön Soron Tibi centikkel ő fölé. Kérem, hát jönnek a helyzetek, de nincs szerencsénk, nem tudunk egyenlíteni. Itt sem kellett beleérni a kapusnak, mert centikkel Soron lövése fölé szállt. És akkor itt egy szabálytalanság mutatja a mérkőzés játék vezetője. Összességében sok volt az ilyen kicsi adok-kapok szabálytalanság a mérkőzésen, de nem volt durva a mérkőzés. Szabad rugás csapatunk javára, Bori Iveribe újból oda, 16-oson belül, ott van Bosoki előtt, Bosoki fejjel tovább, és Kovács Péter lőtte rá a labdát, de blokkolták, még ott van nálunk Soron Tibi, meglövi, kicsorog arra, nincs érkező, Bosoki nem tudta bedobni magát, ott volt a nagy lehetőség, itt íme még egyszer a jelenet, Soron rálövi, holha nagyot védett, Hajagos Tamás, a hazai kapuvédője, hiszen ki kellett tenyerelnie a lasztit. Szöglet balról, Bori Gábor íveli be, jön a labda, kifejelik, még meg tudjuk menteni Bozsoki révén, de ebből csak bedobás lett. Újból beadhatjuk a labdát, Bozsoki beadásába azonban beléptek, és szöglet. Bori jobb oldali szöglete, ezúttal lapos és gurulós, de ő visszakapja, ismételhet Bori Gábor, és ezt a védők jó magasra megnőtt játékosok könnyedén fejelték ki. Bori újból beteszi, Soron maga elé teszi, meglövi, és blokkolják ezt a kapura lövést is. Bori szöglete, jönnek a bicskei helyzetek, támadgatunk, ott egy nagy lehetőség, Bozsoki előtt, de beleérnek a lövésébe. Ez is egy nagy lehetőség volt a csapatunk előtt, illetve pontosabban Bozsoki Imre előtt, itt meg felszabadítanak, és Marsa Balábos lövését védi, újból Hajagos Tamás. Fantasztikus megkarákat véd a hazai kapuvédője. Íme egy jó ballábos lövés Marsa Leventétől, de ez sem akad be. Hát igen, az első percben bekapott gól egy kicsit bénítólag hatott,
de hamar fel tudtunk állni, és egymás után vezettük támadásainkat, és alakítottuk ki helyzeteinket. Ezúttal a hazaiak dobnak egy bedobást, és ott egy hirtelen kapura lövés, hát bizony egy csak centikkel szállt mellé, de a hazaiak játékosa mutatja, hogy valaki beleért a játék vezetőt, ez nem hagyja meg. Kovalovszky félig ollózott lövésével fejbe találja a játékosunkat. Ilyen lehet látni, még egyszer a jelenetet. Hát igen, lehet, hogy igaza van a játékosnak, de lényeg az, hogy a játékvezető kifelé rugást ítélt. Marsa verekszi túl magát két védőn, és ballábos lövésébe beléltek a védők, és így erejét veszve jutott el Hajagos Tamáshoz. Ezúttal Soron Tibi kapta a labdát, ott egy akasztás, de megy tovább a játék, mutatja a játékvezető Kovács, hogy menjen csak tovább, és labdát szerzünk. Labdát vezetünk, Kovács Peti tette ki jobbra, Soron Tibi emeli be a labdát, oda két védő mögé, Kovács jól kezeli le, Kovács Peti teszi vissza lövőre, Soronnak Soron lövését azonban blokkoltott az egyik hazai védő, itt pedig felszabadítottak végül is. Egy újabb Bicskei támadás, és remek passzok után Sorontól picit elpattant a labda, de visszaszerezzük harciasan, Lencsés jó voltából. Vékony teszi ki balra Lencsésnek, Lencsés egyet igazít rajta, és ballal íveri be, jön is a labda, van érkező, igen, Savanya, Feritől azonban egy picit elpattant, és ez a pici elpattanás elég volt arra, hogy a védők felszabadítsanak. Itt egy újabb hazai támadás volt kialakulóban, de a játékvezető megítélése szerint szabálytalankodtak játékosaink, igaz, Bori Gábor és Bozsoki Imre mindezt vitatja, hogy valójában történt-e szabálytalanság vagy sem. A lényege nem változtat, jön a szabadrugás, utána belült labda, de nem volt hazai játékos a labdára, aki érkezzen, és így biztos zsákmánya volt Illés Bencének. Ezúttal jobbról Bori évelheti be újról, újból, most elpattant egy picit Sorontó, de ráfordul, rálövi, és még ott a labda. Sőt, visszakerül Borihoz, de Bori hagyja kigurulni oldalvonalon túlra, és így bedobással jöhetünk. Gassner, Bori kapja vissza, és jöhet a beadás. A védők ezt is kifejelték. Hát az első félidő nagy részében mit álmodtunk, de sajnos gólt azonban nem tudtunk szerezni, és így maradt az 1-0-ás hazai vezetés. Ezúttal viszont a kifejelt labdát jól tartják meg a hazaiak. Vékony nem tud szerelni. Egy indítás, de ez a labda csak kapusunknak jó, Illés Bencének. Illés Bence pedig hosszan rúgja előre, de a játék vezető Kovács Tamás ebben a pillanatban véget vetett az első játékrésznek, és ezek után jöjjenek a szurkolói vélemények. Hogy tetszik a mérkőzés első fél ideje? Bealudtunk az öltözőbe, első percbe, és onnantól kezdve oda vannak szögelve a kapuhoz. Ez a Kanizsai nagyon verhető csapat. Még eredmény? Én nagyon szeretném, ha nyernénk. Mennyire? Legalább egy 2-1-re. Így legyen. Még mielőtt a mérkőzésre nyilatkoznál, milyen volt az út? Hosszú? Hál' Istennek sikerült időben elindulunk, és egy remek tempóval le tudtunk jönni, és kanizsai barátainkkal már megjártunk egy temetőt, illetve egy közös ebéd után vagyunk. Mérkőzésről annyit mondanék, hogy én úgy gondolom, hogy az elejéért nagyon kár. Igen. Olyan, mintha vártuk volna még a kezdést, hogy elkezdődjön, az közben elkezdődött a mérkőzés. Igen. Én úgy gondolom, hogy második fél idő most egy kicsit fölrázza a mester a srácokat, és az adott lehetőségeket ki fogjuk használni. Én úgy gondolom, hogy helyzetek arányában jobb a Bicske, de természetesen ugye az ellenfél vezet, nekik ezt kell játszaniuk, kontrára rendezkednek be, de nekünk valahogy össze kell hozni azt az egy gólt, amivel kiegyenlítünk, és meccsbe visszajövünk, és onnantól kezdve éles, és megyünk a három pontjára. Csaba, milyen volt a hangulat a buszon?
És milyen lesz, a hangulat? Álmoskás volt, beszélgetés zajlott lefelé, csendben, mivel tényleg elég korán volt mindenkinek. És a visszafelé út? Visszafelé út, az befolyásolja a mérkőzés. Én azt mondom, de még készen állunk egy ünneplésre. Egy jó hangulatra. Egy jó hangulatra. Természetesen, ahogy már reggel mondtam a riportban, hogyha egy pontot tudunk innen elvenni, én azt gondolom, hogy azzal is elégedettek lennénk, de természetesen még 0-1-es állásnál is győzni szeretnénk. Úgy legyen. Hajrá, Bicske. Hajrá, Bicske. Üdvözlöm a nézőket. Hát szerintem jobbak vagyunk, mint a Kanizsa. Az első perc az valahogy ott még az öltözőben maradtunk, úgyhogy ott kaptuk is a gólt. Szerintem azóta átvettük a játék irányítását, szinte végig a Kanizsa tér felén pattogott a labda, több helyzetünk is volt, mindig beleléptek a lövésbe, kipattant, kapus megfogta, tehát egyelőre nem sikerült gólt szereznünk, de én azt gondolom, hogy ki fogunk tudni egyenlíteni. Alapjában véve mi úgy jöttünk ide, hogy az egy ponttal elégedettek lennénk, úgyhogy én bízom a csapatban, szerintem meg lesz az egy pont. Teljesen más Bicske fog kijönni a másik fél időre, úgy érzed? Nem, én azt gondolom, hogy ugyanez a játék fog folytatódni. Jobbak vagyunk, én azt látom, hogy de ez jobbak vagyunk, több vagy helyzetünk meg, volt. Van. Kanizsának egy kaput eltaláló lövése volt. Így van. Az gól is lett sajnos, tehát ott... Tehát végeredményben egy győzelem? Hát mondd ki bátran nyugodtan, ne, X-el elégedjünk már meg. Jó, igen, tehát azért a tabellát, ha megnézzük meg hát a játékos, igen, vagy igen. Nem is azt mondom, hogy a játékos keretet. A Kanizsa úgy készült, mi ugye jobban vagyunk a kanizsai szurkolókkal, és hát másodosztályból, szlovák másodosztályból igazoltak játékosokat, tehát ők... Nem mondom, hogy kijelentett célkitűzés, de titkon ott van, hogy ők MB2-re készülnek, ha nem is idén, akkor egy-két éven belül úgy alakítják már ki a keretet, tehát szerintem erősebb kerettel rendelkeznek. Hát aztán majd meglátjuk, a labda gömbölyű, nem vagyunk alárendelt szerepben ezen a mérkőzésen, azt gondolom, úgyhogy benne van az is, hogy megnyerjük a meccset, de én elégedett lennék, ha egy ponttal távoznánk. Gratulálok ahhoz egyébként, hogy ilyen népes szurkoló sereggel jöttünk be, hiszen az utóbbi években nem voltunk ilyen sokan, hiszen egy külön busszal jöttünk ezután, és a legtávolabbi pontra. Így van. Ezután is szeretném megköszönni az Egyesületnek, hogy biztosította számunkra ezt a szurkolói busz. Hát itt 17 szurkoló tudott eljönni a... Mellette jött még más is autóval, velük itt találkoztunk, jöttek autókkal is, de a maga az egy 17 fős kisbusz kapott az Egyesülettől, úgyhogy eltöltöttünk egy kellemes ebédet a kanizsai fenegyerekekkel, a szurkolótáborral, és hát bízom a sikeres bicskei szereplésben. Ha jól tudom, voltatok a temetőben is. Igen, igen, sajnálatos módon a Gerencsér Zoli szurkolótársunk, kanizsai szurkolótársunk, barátunk, nem tudta megnyerni azt a harcot, ami élete legfontosabb meccse volt. Úgyhogy vittünk egy koszorút a sírját. Jaj. Na hát sok sikert csapatunknak akkor, hajrá! Köszönöm szépen! Első fél idő, igen? Egy második fél idő. Kijövünk a pályára, 52. percben 1-1, igen? És a 92. 2-1-en nyerünk. Úgy legyen. Reggel azt mondtam, hogy 1-1 a fél idő, és 3-1-re nyerünk. Hát most így kénytelenek vagyunk, így nyerni 3-1-re. Én is azt mondom, de 2-1-re fogunk nyerni, csak Gabi. Nem haragszol meg? De 2-1-re. Nem haragszom, akkor se, 2-1-re fogunk nyerni, figyeld meg. Mit vártok a mérkőzéstől? Hát kérlek szépen, 4 nem lesz, mint ott kaptatok. Igen? Vigyázzatok, mert fordítunk a második félidőben. Vagy megbosszultuk az jó kajálást, amit kaptunk. Igen? Hát most azért kiegyezünk egy... Egy szép győzelem. Szép. Jó, és te? Én egy nullra van. Egy nullra volt, ha megmarad. De még rúgunk 2 gólt. Nem gondolod, te? De hát ez nem valósul. 2-1 Kanizsának. Javatok? Mit kérek? Kanizsának. Kanizsának egyetlen. Én meg pont fordítva látom. Legyen úgy. Rúgunk 2 gólt. Győzzel a jobbik. Helyzetetek nem volt egyébként az első játékban. A gólon kívül. Nektek se konkrét a helyzetek. Nekünk meg voltak helyzetecskéink. Igen. De nem rúgtunk egyet. És egy-két olyan játékos, amelyik úgy viselkedik, ahogy nem kéne a pályán. Aha. Maradjunk ennyire, Kanizsának 2. Rúgunk még egyet, és a végén szépít a Bicske, 2-1-re győzünk. Nem tudom, már nagyon beugrottunk a meccsbe 1-0 után. Igen? Ez sokkal több kell. Szerintem. De én szerintem 1-1 nyerünk. Mindegy, hogy így marad, vagy 2-1, de nyerjünk. 2-1 ide, ugye Bicskének? Kanizsának. Kanizsának. Igen. Pontosabban játszunk, akkor 3-1-re nyerünk. Húha.
Mire alapozod ezt? Mert voltak egy nulla után voltak helyzeteink, de viszont utána a Bicske volt 25 perc szágalább, sajnos. Igen. Nem jön, ez a realitás. Az első gól után eltopultunk kicsit, hogy egy kicsit újra élessé kéne válni, és akkor meg lesz. De mi kell ahhoz, hogy meglegyen, mert hát most följött egy kicsit a Bicske. Igen, följött, igen. Az első félidő nagy része az övüké volt a gól után. A kapcsolat milyen a Bicskei Tigrisekkel? Remek, jót kajáltunk. Együtt kajáltad? Ittatok is? Együtt? Együtt ittunk, ettünk, igen. Azt a mindenét, gratulálok. Na, sok sikert akkor is, majd a meccs végén meglátjuk ki. Én szerintem győzzön a jobb, Laci. Győzzön, így van. Szerintem meg ki fog támadni a Bicská, és három kontraból még rúgunk hármat, és 4-0 lesz a vége. Szerintem, szia! Hát, egy, még egy kettőt szerintem rárugunk, ha koncentrál a csapat. Ha nem, akkor egy nyögvenyelős 1-0-as marad. És akkor adós vagyok még a hazai cserepadon helyet foglaló személyek népsával. Bocskai Péter, Kovács Zoltán, Török Milán, Kovács György, Asszalos Rihárd, János Norbert, Bence Szilárd és Józsa Ádám. Vezetőedző Gombos Zsolt, asszisztens edző Bene Gábor, Harc Lajos, Masszor Breckner-né, Págyó Marianna, technikavezető Hovánszki Ákos, kapusedző Pék Sávhár Csaba, és akkor nézzük egy nagy bravúr Illés Bence részéről, mert bizony meg kellett, hogy előzze a hazai támadót. Itt pedig jön a beadás, hoppá, soron pedig kitessékelik a labda alul. Hát bizony, ez biztos, hogy nem volt műesés, nagyot kapott. Az is igaz, hogy könnyedén esett el játékosunk, hiszen Szanyi Krisztián szorításában soron Tibi hamar megadta magát, és ezért a játékvezető nem ítélt semmit. Hazai bedobás jobbról, jön a labda, tovább csúsztatják, Denzinger pedig kifejelte, majd felszabadítottunk, Soron Tibi próbálja megtartani a labdát, de hátulról ugye szabálytalankodtak vele szemben. Jön az újabb hazai támadás, ezúttal belülik a labdát oda védelmünk mögé. Pekoszki mellett elmennek, és a beadott labdát Pleszkán fölévágja, mint egy 7-8 méterről. Jön a beadás, és ugrik is Pleszkán, a hazaiak játékosa, Pleszkán Tibor. De nagy helyzetben fölé lőtt a labdát. Itt meg jön a beadás, és ezt is kivágják. Soron Tibi nyomta be a labdát Szokolai irányába, de a védők mentettek a labantúra. És akkor jön a szögdet jobbról Bori Ivelibe. Ott egy tovább csúsztatott labda, de közben Szokolait lökték is. Itt pedig lecsorog a labda, és egy szabálytalanság Szilágyi Adrián Gábor részéről. Igaz, Szilágyi ezt sérelmezi, hogy a játékvezető miért fújta le. De ő tudja, Denzinger gyorsan elvégezte, Gasztner adhatja be Íveli be a labdát, és a Marsa Levente, akinek fejéről kicsit magas lett a labda, és a felső kapufa fölött hagyta a játékteret Marsa labdája. Hát nagy lehetőség volt, és akkor jönnek a cserék is, hazajak részéről. A 57. percben Pleszkán Tibor helyére Kovács György állt be az 57. percben. És akkor nézzük ezt az évelést, ott van még egyszer az eset, illetve egy újabb eset, amikor soron elesik, itt az ismétlés, hátulról két kézzel lökik, belökik oda a 16-oson belőle, hát ezúttal soron biztos, hogy nem magától esett el, de a játékvezető ezúttal is kifelé ítél szabadrugást, de hogy miért, nem tudom, hát Boriék is ezt vitatják, hogy most mi a gond. Elesett a hazaiak játékosa, pedig ő szabálytalankodott, és akkor jön a következő cserés a 60. percben, Varga Dominik helyére Józsa Ádám állt be, és akkor hazaiak még cserélnek majd a 65. percben, Krec helyére Bence áll be, és Lőrinc helyére pedig János Norbert, és akkor majd lassan mondom a milyen cserét is, de nézzük, hogy mi lesz ebből a hazai támadásuk. Hát már semmi, mert Lakatos Lőrinc beadását kivágta, és jön a 61. perc eseménye, ismét Lőrinc megy el bal oldalon, igazít egyet a labdán, beadja, és érkezik Szilágyi, aki zúgó kapufát fejel. A mezőny legalacsonyabb embere fejel kapura, és bizony megelőzi ott védőnket, igen, és bedobja magát, és a jobb oldali kapufára fejelte a labdát. No kérem, hát ebben az esetben szerencsénk volt, és jön az újabb hazai támadás. Ezúttal újból bal oldalról próbálkoznak, és újból Lőrinc szólja be a labdát. Ezúttal kifejeljük, majd Vékony simította le a labdát Illéstek. És itt pedig
középpályán Bori teszi vissza, de Denzinger soron a labdótja, és ott a nagy ütközet, Gondor Kristóf ütközött játékosainkkal. Ő már érzi, hogy kell egy kicsit húzni az időt, de komolyabban nem sérült meg a gólszerző. Egyébként Nagy Kanizsa ellen az utóbbi időben, 21-22-ben találkoztunk, amikor Kanizsa 9-ig volt 53 ponttal, Bicske 6-ig 62 ponttal. Ősszel ebben a szezonban Kanizsán 1-0-ás győzelmet adottunk Soron Tibi góljával, majd tavasszal visszavágón Bicske, Kanizsa 0-4, János Norbert, Lőrinc Bence, Szabó Patrik és Kobra György volt eredményes. És akkor nézzük Gaster beadását, jobb oldalról jön a beadás, jön a labda, de védők kifejelték, és újabb Bicskei támadás van kibontakozóba, ezúttal Soron teszi be a labdát, de kószás lábáról kikerült a lasztalon túlra. Bori után Soron Tibi emelheti be, illetve lőhette be a labdát, de védők újból szereltek. Itt pedig a 70. perc eseményekor Bori Gábor kisebb sérüléssel bajlódva hagyta a játékteret, helyére Molnár Attila jött a küzdőtérre. Itt egy baloldali támadás volt kialakulóban. Íme még egyszer az eset, Kovács Peti kap nagyon jó labdát, rávezeti a védelemre, és betenné, de ott a haziak védője lábában elakadt a labda, és ezúttal jobbról adhatjuk be, Gaszterével be újból, ott egy fel Soron Tibi részéről, hát bizony nehéz ellen volt, mert hátrafele kellett mozdulnia, és újból Soron megtolja a labdát, és nehéz szögből még kapura tudta lőni, de Szanyi Krisztián van, elakadt a labda, és ha nehezen is, de eljutott kapusukig, Hajagos Tamásig, Alaszti ezúttal bal oldalon próbálkoznak, Szilágyi tolja meg a labdát, és ott egy remek szerelés Bozsoki részéről. Bozsoki a labdát, itt egy ütközést elé szabályt ad a játékvezető, Molnár Attila tör be, és kapura rúgja, de újból blokkolnak a védők. Íme itt egy szabálytalanság, de nagyon helyesen tovább engedi a játékvezető, mivel előnyszabály, Molnár Attila megtolja, és ott a védő nem mer hozzányúlni, itt viszont a másik védő kisegít, és így Szanyiban, Szanyiról került ki a labda oldalon túlra. Soron Tibi lépi át a becsúszó lábakat, vezeti még a labdát, kiteszi jobbra, Gassner Rolandnak, Roland visszafelé cselez, jó a passza, Bozsoki indítja Molnár Attilát, Attilának azonban harcolni kell a labda megszerzését, és ki is hozott belőle egy bedobást, amelyet el is végeztünk. Vékony Viktor Lakatosnak passzolja Alasztit, Lakatos egy hosszú indítása hozza a játékba Gasztert, Gaszter azonban Szilágyi Adrián szorításában még ugyan bele tudott lőni, bele tudott rúgni a labdába, de nem lett ebből semmi. Hosszú kapus kirúgás után lefejelik a labdát, egy jó indítás és egy nagyon szép szerelés Bozsoki részéről. Nagyon sok bedobást végeztek el a hazák, főleg ilyen nagyokat, azokkal próbálkoztak zavart okozni. No kérem, hát itt van a sárgalapos figyelmeztetés Kószás Krisztiának a mérkőzés 78. percében. Jön Gaszter újabb beívelése, ott az ittszer, és a gólvonalról vágják ki. Szokolai fejelhetett kapura, a kapus nagyot hibázott, alászaladt a labdának, a labda eljutott Szokolaihoz, és itt egy újabb beadás, amelyet szerelnek. Így az előző jelent ismétlése, kapus nagyot hibázik, átszáll a labda kezei fölött. Szokolai visszafelt, és Molnár Attila elől vágták ki a gólvonalról a labdát a hazaiak. Hát ez óriási nagy gólszerzési lehetőség volt, ha ügye bajjal is, de ha nez is, felszabadítottak a hazai védők. És akkor kirúgás a hazai csapat javára. Valószínű, hogy valami történik. Igen, visszafejeljük a labdát, egy ütközet, megy tovább a játék, még tovább, egy pörgetés. Hát a játékvezető ítélete szerint nincs les, de itt már valami csípol is ezt a jelenetet, illetve azt a bizonyos les helyzetet még egyszer megnézhetjük. Íme lelassítva megy tovább a labda, hát és itt szerintem ebből a kamerállásból egyértelműen lesen tartózkodott a hazaiak játékosa, de a játékvezető Kovács Tamás hagyta tovább menni a játékot, szerencsére ebből nem vett semmi komolyabb veszély.
kapunkra. És akkor jön az újabb támadásunk, Marsa vezette rá a védelemre, Szokolai Jóhány kérte, ugyan kérte ott bal oldalon, de nem kapta, végül is a védők szereltek, és itt egy újabb szabálytalanság, illetve szabálytalan megmozdulás, de a játékvezető hagyja tovább benne a játékot. Itt egy becsúszó szerelés, amelyet végül is lefújt a találkozó játékvezetője Kovács Tamás. Akkor jött a beadás, ezt még Molnár Attila megmenti oldalvonal előtt, de rosszul fedezte a labdát, végül is kiharcolt egy bedobást, és akkor jön Németh János is. A mérkőzés 81. percében állt be Németh János Pekovszki Misu helyére, hiszen szünetben Kovács Péter helyére Denzinger Norbert jött be, Savanya Ferenc helyére Szokolai Bence, Lencsés Bálint helyére Pekovszki Misu, de Pekovszkinek sérülése volt, ezért őt újból le kellett cserélni a 81. percben, Németh János állt a helyére, végülis Borg Gábor pedig a 71. percben hagyta a játékteret, Molnár Attila állt a helyére, de ezek voltak a bicskei cserék. És egyelőre sárgalapos figyelmeztetések tekintetében Krecz Bálint a 38. percben sárgult be, és itt van sorolövése, amelyet véd Hajagos Tamás. Tehát Krecz Bálint sárgult be, és Kószás Krisztián a 78. percben, tehát a Hazerkmán két sárgalapos figyelmeztetésben részesültek eddig. És akkor íme a jelenet, ezt még a játékvezető tovább engedi, harc volt a labda megszerzését, Denzinger került ki győztesen, jó a továbbítása, sőt ez a labda, ez a passz még jobb Sauronnak, és Sauron egy kicsit talán elhamarkodottan lőtt a kapu közepébe tartó labdát, az a kapu védője biztosan fogta a Sauron, verekszító magát beadására, érkezik Szokolai, de előre a védő vágta ki alapon túlabdát. Újból jön a beadás, és ezúttal a hazai kapu védője biztosan húzta le a labdát. Itt pedig egy gyorsan elvégzett szabadugás. És jönnek a hazaiak, és egy jó indítás be középre, hoppá, ott van egy nagy szerelés, óriási gólhelyzet a hazai csapat előtt, kérem. Hát azt hiszem, János Norbert emelése volt talán az egyik legnagyobb helyzet ezen a találkozón, persze volt ilyen nekünk is, amikor a gólvonalról vágták ki a hazaiak, most ezúttal mi tisztáztunk, Lakatos és Molnár közös erőben vágta ki a labdát, és egy újabb lövés, ezúttal Kondor Kristóf próbálkozott újból bevenni a bicskei kaput, de ez a jó 20-21 méteres jobblábas lövése nem okozott gondot Illés Bencének. Itt egy gyorsan elvégzett szabadrugás újból, ezúttal bal oldalt Szilágyi Ramodik meg rávezett a védelemre, jó a passza, és ott van a lehetőség Szilágyi előtt azonban. Fölé rúgja, óriási lehetőség, itt nagyon kitámadtuk, és bizony a kontrákból kerültek ilyen helyzetekbe a hazaiak. Szerencsénk volt, hiszen Szilágyi Adrián Gábor fölé suhintotta ezt a labdát. Itt pedig egy átemeléssel hozták ki a védők. No kérem, hát itt nézzük meg ezt lassítva még egyszer ezt a jelenetet. Most elrúgta, és hát... aki látja, látja, hiszen a felezőben túlról indult a játékos, de nekünk ez nem baj, csak legfeljebb egy hiba a játékvezet, illetve a partjelző részéről. Ezúttal viszont igaza volt. Na még egyszer nézzük azt a vitatott esetet. Elrúgta. Igen, hát egy egyértelmű, ketten is lesen állok. Egyértelmű volt a játékvezető ítélet. Ezúttal újból a hazák próbálkoznak, ezek már az utolsó percek eseményei. Egy betett labda, és jön Vékony Viktor, és önfeláldozóan becsúszva vágja ki a labdát alapon túlra. Óriási lehetőség volt bizony, ha az átkerül ide a hosszúra, de nem került el, mert ott volt Vékony Viktor, végülis János Norbert került volna gólhelyzetbe, itt meg egy újabb, hát ez csak lehetőség volt, mert bizony nem fordult rá kellőképpen a csatár, és így nagyon csúnyán mellé és fölé lőtte. Itt meg egy újabb ütközet, és ebben a pillanatban ezért a megmozdulásért a 92. percben Gasner Roland is sárga lapos figyelmeztetésben részesül Kovács játékvezetőtől. Na és akkor szabadrugás a hazai csapatjavára, itt egy fejes, amely abszolút nem veszélyeztette Illés Bence kapját. Na kérem, hát ez volt az utolsó jelentős esemény ezen a mérkőzésen, és mados vagyok még két-két év eredményével az egymás eredményeket.
20-21-ben, Kanizsa 4. 66 ponttal, Bicska 12. 50 ponttal, ősszel Bicska Kanizsa 1-1, Lencsés Bálint és Lőrinc Bence góljaival, tavasszal visszavágó Kanizsa Bicska 2-1, 50. percben Török Milán, 61. percben Ekker Milán talált be, 40. percben pedig Vargazdi góljával még vezettünk 1-0-át. 19-20-ban Kanizsa 7. mi 10. helyen végeztünk, ősszel Bicska Kanizsa 1-3, ekkor gólvők voltak Wittmann Ádám, Hampuk Ádám, részünkről Varga Zoltán, ekkor még 1-2 volt a vendégek javára, és a 76. percben Herzsenyák Áron állította be végeredményt. Tavasszal visszavágó Kanizsa, Bicske 0-0. Összesítésben a két csapat egymás elleni mérlege, és közben vége a találkozónak. 7 mérkőzés, 1 győz, 1 Bicske, 1 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség, 4-11-es gólkülönbségünk, 5 szerzett pontunk van. Röviden összegezve a mérkőzésről elmondhatom, hogy többet tettünk a győzelemért, több helyzetet dolgoztunk ki, de ma a szerencsésebb csapat nyert. És akkor ezek után nézzük a 15. forduló eredményeit. Puskás Akadémia Tatabánya 1-2, Demeter Zsombor a hazaiak részéről, Tatabánya részéről Vajda Roland és Árvai Dániel volt eredményes, aki már 17 gólnál jár. Eto Akadémia Érdi Vese 1-1, Huszár Marcel lőtt egyet a hazaiak részéről, ekkor még vezettek 1-0 arányban az akadémia játékosai, 5 gólos már Huszár egyébként. A 90. percben viszont Kürti Zsolt harmadik szezonbeli góljával egyenlítette ki a hátrányítés, így lett 1-1 harmadik kerület, Balatonfüred 3-3. Hazaiak részéről Barci Dávid, Elek Bence és Kozics Barnabás volt eredményes. Barcinak ez már a 11. gólja ebben a szezonban, Eleknek pedig a 9. Balatonfüred részéről. Szabó Bence volt eredményes, ő már 7 gólos, a 9. percben akkor vezettek a vendégek 1-0 arányban. Rót István kétszer talált be, és így lett a vége 3-3. Csornai Ese, Kaposvári Rákóczi 1-2. Hazaiak részéről Tóth Adrián, a Kaposvár részéről Horváth Balázs volt eredményes a harmadik percben, majd Gál Mátyás is ezzel a 82. percben beállította a végeredményt. Budaörs ZTFC 2-3-1. Hazaiak részéről Solt és Bardabás, Tóth Bence harmadik gólját szerezte, és Klaus Ádám volt eredményes. A ZTR részéről Koszovcsuk Alexandra volt eredményes, ekkor még 1-1 volt az állás. Teskánd, Gyirvolt FC Győr 1-6. Hazaiak részéről Lóránti Barnabás rúgott egy gólt a 8. percben, ekkor vezettek 1-0 arányban a hazaiak. Majd jött Lázár Patrik, Szegi Vince, Ominger Bence két gólt is rúgott, Majer Ádám és Lázár Patrik, így alakult ki a vendégek 6-1-es győzelme. Mór, Veszprém 0-3. Veszprém részéről Dömötör Máté, Gálfi Zoltán és Molnár Balázs. Ő már a 4. gólját szerezte itt a házi gólostán, Major Norbert vezet 13 góllal. Nagy Kanizsa Bicske 1-0, Kondor Kristóf első percben lőtt góljával. Zsámbék, Molfehérvár FC 0-0, Komárom, VSE, Kelen SC 3-2, Gelencsér György 3. gólját szerezte, akkor vezettek a hazaiak, Sandal Dominik, ekkor már 2-0, és Nagy Zalán, aki 7 gólos állította be a hazaiak 3. gólját. Kelen részéről Vas Benjamin és Alá László volt eredményes, Alának 8. gólja volt, és ezzel ekkor még 2-2 volt az eredmény állása. 4 csapat nem tudott gólt szerezni ebben a fordulóban, 34 gól esett összesen. Győztes gólszerzők ebben a fordulóban: Árvai Dani 78. percben, Gál Mátyás a 82. percben, Kondor Kristóf az első percben, Nagy Zalán a 80. percben. No kérem, hát ilyenek voltak a gyors, illetve a 3 pontot jelentő gólszerzők. A gólövő listán nyugati csoportban Árvai Dániel vezet 17 góllal, Majer Ádám 14 gólos, 13 gólos Majer Norbert, Barci Dávid 11 gólos, 10 gólos Magasföldi József, Elek Bence 9 gólos, Farkas Bálint 8 gólos, és Lőrinc Bencének szintén 8 gólja van. És akkor még van egy kis időm elmondani a tabellát. Első helyen a Tatabány áll 36 ponttal továbbra is, a Veszprém második 35 ponttal, tehát egy ponttal van lemaradva a Veszprém, aki ezen a hétvégén jön hozzánk, a két döntetlenek ellen és az Eto ellen van, két veresége pedig a Puskás ellen 7. fordulóban 6-1-re kapta ki, majd a 13. fordulóban Érde ellen 2-1-es vereséget szenvedtek. Tatabányának pedig egyetlen egy veresége van, Érdtől kapta ki 1-0-ra idegenben. Harmadik helyen a Nagy Kanizsa, ő feljebb lépett egy helyet 32 ponttal az előző héthez képest.
Negyedik a Puskás Akadémia FC, kettő csapat a 31 ponttal, 29 pontos, ötödik helyen van a harmadik kerület, tartja ugyanazon helyét az előző hetéhez képest, csak úgy, mint az érdi VS-e, 25 ponttal, 23 pontos két csapat, Kaposvár Rákóczi és az Eto Akadémia. 9-ek a MOL Fehérvár, aki szerzett egy pontot, 22 pontos, 21 pontos, a Budaörs csapata tizedik helyen áll. 11-ek a Komárom, 20 ponttal, szintén 20 pontos a Bicske, 12-ken állunk. Lejjebb estünk két helyet az előző hetéhez képest, Kelen SC szintén kettő helyet zuhant, 19 ponttal 13-dik, 14-ek a Gyirmó, 19 ponttal 17 pontos a Balatonfüred, 12 pontos a Teskán, 17-ek az ETH 11 ponttal, 18-ek a Csorna 10 ponttal, 19-ek a Mór 7 ponttal, és az utolsó helyen Zsámbék áll 6 szerzett ponttal. Hát Bérdnek érdekes eredményei vannak, hiszen Érd legyőzte a Tatabányát, akik elsőn állnak, de a harmadik keretet 1-0-ra, és Zsámbékon pedig kikapott 1-0-ra. Ezek sokat mondó eredmények és érdekes eredmények itt a bajnokságban. Végezetül hallgassuk meg a sajtótájékoztatón elhangzott edzői értékeléseket. Innen a mikrofon mellől köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az első kérdésben kicsit hagyj borítsam az időrendet, itt végighallgattam a vezérszurkoló értékelését. Röviden úgy tudnám összefoglalni, azt mondta a srácoknak, hogy nem baj, mert nem a Jobbik csapat nyert ma. Hogy látja ezt ön? Én úgy gondolom, hogy egy független szurkoló, aki kim volt a mérkőzésen, minden, ami a labdarúgásról szól, azt megkaphatta, egy nagyon lüktető játék volt. Ugye meg volt az alaphangulata abból, hogy már az első percben ugye az ellenfél vezetés szerzett. Természetesen az ilyen szituációk megvannak, de az nem törvényszerű, ugye, hogy ott még egy lapottanul lecsorgó labda volt, és a második labdát tudták berúgni, ha talán ott nincs a gól, akkor másképp is alakulhatott volna. Utána én is úgy gondolom egyébként, hogy folyamatosan vettük át a játék irányítását, az ellenfelünk abszolút kontrára berendezkedett. Ez ugye a végére alakult ki, úgyhogy az utolsó 15 percben gyakorolták a támadásvezetéseket, amiből ugye meg is lett volna az a bizonyos labda, amiből lezárhatták volna a mérkőzést, de összességében én azt gondolom, amire ők gondoltak, labdabirtoklásban, futballban ott voltunk, ráadásul nekünk is azért nem menjünk el amellett, hogy volt 3-4 százszerűk az ígyszerünk, ha jól emlékszem, háromszor is a gólnarról rúgta ki az ellenfél a labdát, úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon élvezetes jó meccs volt, hát mi vagyunk a szimpatikus vesztes, amit gyűlölök. Ugye nagyon jó formában érkeztek ide Kanizsára, hiszen 3 meccset nyertek Zsinórban, köztük egy igen komoly rangadót. Mit várt a Kanizsától, azt kapta, amire leginkább számított? Hát így van, de azért annyit el kell mondanom, hogy nem egy szerencsés szituáció, amikor kimegy a csapat bemelegíteni, és a bemelegítés utolsó percében már kell egy kényszerű cserét végrehajtani. Ugye ez meg is látszódott annál a bizonyos gólnál, hogy pont abban a pozícióban cserélnem kellett, ott egyből rövid zárlat volt. Ezért egy kicsit igazságtalan az élet, mert utána még volt 92 percünk arra, hogy legalább egyenlítsünk. Én úgy gondolom, az is benne volt a mérkőzésben. Azért arra forgatókönyvre kíváncsi lettem volna, hogyha azt a bizonyos gólt megrúgjuk, hogy mennyire tudott volna éles lenni az ellenfél, de mondom az utolsó negyed órára, hogy mindenképp szerették volna lezárni, a kontra támadások veszélyesek voltak, de maga az alapjátékban szerintem nagyon sokat nyújtottunk. Ha már cserék, érdekes volt, hogy egyik cserét is lecserélte. Minek volt ez köszönhető? Nincs titok, ugye nekünk van egy kettes csapatunk, tegnap is egy rangadó várt a fiúkra, keretügyileg azért létszámban nem nézünk ki annyira jól, hogy csak úgy játékosokat tudok cserélgetni, és ugye ma ez egy olyan szituáció, hogy tegnap volt, aki ugye a Misú végigjátszott a kettes csapatunk mérkőzését, és ugye nem is volt olyan állapotban, meg hát figyelnem kellett arra, ugye, hogy a háromfél időszabály. Igazából én ezt megbeszéltem vele, nincs is benne semmiféle rossz érzés, sajnos ilyen van. Pénteki edzés után közben emelted ki, hogy a mentálisan nagyon egybe kell lenni a gárdának ahhoz, hogy megnyerje ezt a meccset, egybe volt? Nem volt egybe, illetve nem azt láttam, amit vártam, nem azt kaptam a srácoktól, amit vártam, sajnos, így mondom annak ellenére, hogy nyertünk. A mi érteket keresem, illetve ilyenkor mindig az ember önmagában néz, de még túl korai. Nekem is le kell kicsit higgadnom meg, tiszta fejjel átgondolni a dolgokat, mert amit a mérkőzés folyamán nyújtottunk, az nagy csalódás volt a számomra. Hazai pályán vezetünk 1-0-ra az első percben, és onnantól kezdve meg rúgdossuk el a labdákat, nem merünk játszani, folyamatosan úton vagyunk. Úgyhogy nagyon örülök a győzelemnek, tehát ennek az 1-0-nak örülök, hogy nem kaptunk gólt, de ebben benn volt elég erőse, hogy bármelyik pillanatban gólt kaphatunk. Ugyanakkor ugye jött az ellenfél, kontra lehetőségeink voltak, de ez a mai nap ilyen volt, hogy nem tudtunk semmit se értékesíteni. Felsoroltál több okot, de ki kell valamit emelni. Mi az, ami leginkább dűít, hiszen akár mondhatnál, nyilatkozhatnál azt is, hogy a győzelmet nem kell megmagyarázni. Köszönöm szépen, ennyi.
Hát felsoroltam sok minden dühít, sok minden, például a párharcok, például a kimaradt zicserek, kevés lehetőségünk volt, kevesebb, de volt, főleg itt a vége felé, lezárhattuk volna a mérkőzést. Több minden zavart, voltak nagyon gyenge teljesítmények, meg ez a kapkodó játék. Tehát az, hogy rosszul helyezkedtünk, akár támadásba, akár védekezésbe, a második labdákat nem tudtuk felszedni, rúgdossuk hátról előre a labdákat, ami ránk egyáltalán nem jellemző. Itt az a kérdés, illetve az a legfontosabb, amire választ szeretnék kapni, hogy miért volt ez az ideges kapkodó játék. Úgyhogy mondom, én úgy gondolom, hogy ez a csapat nem erre képes játékba. Hozzáteszem, egy nagyon jó ellenféllel játszottunk, egy nagyon jó felkészített csapat. Felkészültek belőlünk, de ugyanúgy mi is felkészültünk az ellenfélből. Úgyhogy nem tudom, mi az oka. Még egyszer mondom, nagyon örülünk, hogy sikerült győzni. Így, ha jól tudom, most már egy fokkal feljebb lehetünk a tabellán, de így szakmai értéke nem az, hogy nem volt, de csalódott vagyok, sajnos, de ezt tudják a játékosaim is, de most hagyom őket, hogy hadd örüljenek, mert azért szereztünk 3 pontot. Pont még a tabellára akartam rákérdezni, szerettem volna rákérdezni, hogy győzelemnek köszönhetően 3. helyen a csapat, és nem sokára jön a Tatabánya elleni, igencsak élesnek, mondhatni, kikimecsnek tűnő párharc, ugye ami akár döntet arról is, hogy mondjuk az őszi szezon végén kifoglalja a dobogós helyek egyikét. Amit mondtam, hogy mi nem nézegetjük, hogy a Tatabánya, jól tudom, akkor így lesz, hogy Videóton idegen, Komárom itthon, és megyünk Tatabányára, nagyon messze van, tehát még 3 hét. Videótóra készülünk a holnapi naptól, tehát meg amit mondtam, hogy hosszú ez a bajnokság, 15. forduló volt, nagyon sok meccs van még, 23, hogyha jól számolom. Sok időnk van, és nem, tehát itt megint arról van szó, hogy Tatabánya, a 3. kerület, meg azok a csapatok, hogy őket megkeverni, meg pontokat szerezni, ez valóban így van, de mind bebizonyosodott, itt minden csapat ellen meccselni nehéz. Itt volt az utolsó mérkőzésünk múlt héten, a MOR, ott vesztettünk 2 pontot. Ha ellenük vesztünk 2 pontot, vagy más ellen, ugyanannyi értéke van, tehát ugyanannyi pontot adnak minden mérkőzésre.